hogy még az egész miért van, azt a szerető vagy szerelmes adja meg, amit Liebhabernek mond a Jung, de ő az a részünk, aki örülni tud az életnek. Ő nélkül nem lenne értelme a királynak, a harcosnak, a mágusnak, mert ő az, aki élvezi az ételek ízét, megérzi az illatokat, látja a színeket, Föl tud menni egy dombra, és azt tudja mondani, hogy csodálatos a világ. Meg tud ölelni. Ő az, aki nem beszél, amikor megölellek. És azt mondja, hogy jó, jó, hogy vagyunk, jó, hogy itt vagyunk. Ugyanakkor nem beszél, de mégis tud énekelni, verseket írni ami nem a természetet írja le, hanem sokkal többet ír le annál, és ő az, aki tudja, hogy van élet és van halál. Tehát ő az, aki a halálig el tud menni, ugye halálosan szerelmes tud lenni valaki, és ilyenek. Tehát a szerelmes egy nagyon alapvető élet élvező funkciónk, nem lenne értelme ennélkül élni. Tehát akiben a szerelmes sérült, <laughs> Például bűntudata van, nem mer élni, ott annak nincs is jó élete, az más se tud szeretni. A szerelmes önmagát nagyon is szereti. Tehát az, hogy jókat eszik, szeret főzni, fölrak egy képet a falra, kidíszít dolgokat, megfaragja a bútort, kifesti a ládát a szerető nem csak hogy szereti az életet, hanem szerethetővé is teszi a másiknak, és valószínű, hogy ebben nagy szerepe van a nyitott hurok elméletnek, ugye, mert az zárt hurok a logikai intelligencia, hogy a Pitagorasz tételt, attól, hogy a tanár elmondja ettől, nekem még nem jön át. Azt vala, valamit föl kell vennem a fonalat, de a nyitott hurok, az például, ha elmesél egy viccet, Érdekes módon a viccről nem kell meggyőzni az embereket, vagy az osztályt, mert az osztály nevet a viccen. És a szeretőnek valószínű, hogy ez egy jó eszköze az élethez, hogy nyitva hagyja a dolgokat, és érzelmi intelligencia, érzelmi erőket visz bele a kapcsolatba, és egyszerűen megragadhatóvá teszi az életet. Mert azt mondja, hogy így is lehet. Hát a unokáim ették a reggelijüket, és akkor látták, hogy tartsa te, te őszi barackkal eszed a szalonnát. Mondom, igen. Kérsz? Hát. És másnap már mind úgy akarták enni. Rájöttek, hogy jó. Tehát ez is a szerelmes. Hát látunk rengeteg eszközt a, a népi világba amit szépen kidíszítettek. Tehát nem a designer találta ki, hogy na ez a, nem tudom milyen borotva, amihoz az ember kezit tervezték, vagy hú, ez úgy meg van csinálva, ez a fogkefe, hogy elég ránézni, és már tiszta a fogad. Nem. Ott az emberek maguk csinálták, és szebbé tették a dolgaikat. És ez nagyon fontos, hogy merjünk hozzányúlni a saját környezetünkhöz, világunkhoz, és kitenni azt a képet, amit szeretnénk, olyan öltözetet fölvenni, amit szeretnénk. Tehát nagyon nem figyelünk erre. Tehát a, a puritán, van egy, volt egy nagyon erős puritán éra, ugye, amit a hippik romboltak le annak idején, nem, nem éppen esztétikailag, de ők, ők nemet mondtak az egészre, hogy nem kell ez a mellény, vagy bármi viselet, majd mi hosszú hajat hordunk, meg így, meg úgy virágok. De ők is valahogy vágytak erre a, a Ő ugye a szerető, abszolút a, a, példaképük volt, ez a szeretkezne háborúz kiáltották a világba, mert, mert elegük volt ebből a rendezett világból. De mindenki, bárki, aki őszinte, azt mondja, hogy igen, reggel fölébredni egy jó alvás után, az egy nagyszerű dolog. És ezt a szerető tudja értékelni bennünk. Aki ezt nem veszi észre, abban a szerető satnya, és annak sajnos a környezetének is kevesebb szeretet jut.